Egy rendőr, akit az egész város ismert, Leonard Lajos neve fémjezi Pécs új belvárosi közbiztonsági programját. A magyar írásbelivel Pécset is elkezdődtek az érettségig. A városban 4378 diák vizsgázott Szabó Magda, Kosztolányi, Karinti és Gelléri műveiből. Eszéki küldöttség járta be a pécsi LKF helyszíneket. A két város vezetői a kulturális kapcsolatok mellett a gazdaságiakat is erősítenék. Jó estét kívánok! Önök a Pécs TV-t, Európa kulturális fővárosának hivatalos helyi televízióját látják. A város friss politikai, közéleti és sporthíreivel. Ez itt a Pont ma. Május 3-a hétfő van. Indul a Leonardo program. A 30-on túli pécsiek között nincs, aki ne ismerné a Leonardo nevet. A legendás posztos rendőrét, aki évtizedekig a belvárosi utcakép elválaszthatatlan része volt. A városvezetés és a pécsi rendőrség most az ő nevével fémjezett közbiztonsági programot dolgozott ki. Ha egy kicsit megöregedett is, minden pécsinek ismerős lehet ez az arc. Igen, ő Leonard Lajos, Leonardo, aki 43 évig vigyázta a belvárost. Ha ő az utcán volt, rend és fegyelem uralkodott a Széchenyi tér környékén. Ez volt ugyanis az ő körzete. Szabadkozik, hogy nem nagy dolog, amit tett, csak a feladatát végezte. Az viszont volt bőven. Egy rablás történetét meséli éppen. Azt hittem, egy autó ment be a kirakatba, akkor átcsörömpölt, és látom, egy pacákottan kiveszi a televíziót, és robog fölfel a televíziónak. És akkor mondtam a kollégának, hogy ne szaladjunk után, majd a golyó úton ér is, akkor megállt, csak azt ne. Hát ez egy fogás volt. Leonardo 22 éve nyugdíjas, a város pedig ezt a két évtizeddel ezelőtti rendet szeretné újra látni. Ezért új közbiztonsági programot vezetnek be. Ez a Leonardo terv. Erről először a Pécs TV híradójának beszélt a Népjóléti Bizottság elnöke. Legyen a rendőrség részéről is felelőse a belvárosnak. És hogyha megvan az a személy, aki ott tud intézkedni, és megvan neki a jogszabályi háttere, ez az említett rendelet, akkor már tud eredményt elérni. A Leonardo terv részleteiről kedd délelőtt tartanak sajtótájékoztatót a Városházán. Mostantól pontosan nyomon követhető a Mecseki Erdészeti ZRT tevékenysége az interneten keresztül. A társaság ezzel is elkívánja oszlatni a polgárokban a gyanút. Konkrétan azt a gyanút, hogy kiirtanák az erdőt. Az aloldalon mindenre kiterjedő, pontos, naprakész információt találnak az erdészeti munkálatokról. Egy-két kattintás és már is elszállhat az aggodalma azoknak, akik féltik a Pécs környéki erdőket. A Mecseki Erdészeti ZRT honlapján egy új aloldalt készítettek. Itt részletesen beszámolnak a mecsekben és a környező erdőkben folyó munkákról. Ismertetik, hogy pontosan melyik területen éppen most milyen munka zajlik. A honlapunkon 54 térképen bemutatjuk ezt az 54 ezer hektárt, jelölve rajta azt, hogy az idei évben milyen munkát végzünk rajta. Erdőfelújítást, erdőnevelést, szállalást, szállalóvágást, illetve véghasználatot. A mecseki erdészet a megye erdeinek felét kezeli. Az erdészeti törvény értelmében az erdőknek 100 évente kell megújulni. A vágás érett állomány a teljes erdőterület 1%-a, de még ennyit sem írtanak ki. A kitermelés jelenleg a 0,7%-ot sem éri el. A civilek korábban vitatták az erdészet gyakorlatát, azt állították, hogy a mecseket tarvágásokkal teszik tönkre. A honlapon közreadott információk segítenek eloszlatni a kételyeket. Örülünk, hogyha ezek nyomon követhetőek lesznek, ugyanakkor szeretem hangsúlyozni, hogy rossz a törvényi szabályozás, kijátszásra ad lehetőséget. Az erdészet elsődlegesen az erdőtörvény célját vegye figyelembe, hogy a feladatuk az erdő megóvása, megvédése. Ne lehessen kiskapukkal, saktáblamódszerrel továbbra is tarvágásokat engedélyezni. A Mecseki Erdészeti ZRT egyébként minden hónap első hétfőjén, amolyan nyílt nap keretében, részletes adatokkal, információkkal várja az érdeklődőket a társaság székházában. 4378 diák. Pécset ennyien ültek le hétfőn reggel írásbeli érettségi tenni magyarból. Idén Kosztolányi, Karinti, Szabó Magda és Gelléri Andor Endre életéből, műveiből lehetett választani. Hétfő reggel 4:08. A Ciszterciren Nagy Lajos gimnáziumában már készülődnek az érettségi vizsgához. Egy osztály tanulói két teremben fognak vizsgálni. Fél nyolc.
általános eligazítás az udvaron. A diákok itt tudják meg, hogy ki melyik teremben írja a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgát. Egy teremben 15-18 diák dolgozik majd együtt. A diákjaink 90%-a felvételt nyer valamilyen iskolába. Most már nem az a kérdés, hogy fölvesznek-e valakit, hanem hogy hova vesznek föl. És a mi diákjaink azért általában jó hírű egyetemekre is, nívós oktatási intézményekben nyernek felvételt. És ez mondjuk a jó eredmény egy iskola részéről. Első emelet 25-ös számú terembe mennek, Kovács Szabolcs. 3-4-8, már nagy az izgalom. Mindenkinek fontos, hogy jól sikerüljön a kötelező. A tételekről ekkor már voltak sejtések. Évfordulókat tekintve Kosztolányi, illetve Mixat várható a idei érettségi folyamán. Egy új értékelés, egy Javéri Andor ember, alábbi novellájának egy új ellenzés, egy novellán keresztül, összehasonlító ellenzés a második tétel Kosztolányi és Karinti. Kosztolányi tehát tényleg szerepelt az idei érettségin, és az érvelés beszélgetések Szabó Magdával címet viselte. A vizsga első részében egyébként szövegértési feladatot kellett teljesíteniük a diákoknak. Itt felmérik a nyelvtani ismereteket. A 60 perces feladat után kapták meg az újabb lapot, amire 3 órájuk volt. Ez az esszé kérdés. Az érvelés, összehasonlító elemzés és műelemzés témaköre átfogó tudást igényel. Az érettségizők általában a legkönnyebben megoldható feladatként az érvelés mellett döntenek. Magyarországon évről évre kevesebb gyermek születik. 1975-höz képest közel 100 000-rel kevesebb. Baranyában tavaly alig több mint 3 000 gyermek jött a világra. Ez az oktatási intézmények működését is befolyásolja. Ezért már a jövő héten tárgyalnak az osztálylétszámokat érintő kérdésekben. 1980 óta folyamatosan csökken a gyermeklétszám. Amíg 1975-ben 194 000 baba született Magyarországon, addig ma alig a fele. Már a 100 000-et sem éri el a születések száma. Baranyában 7800-ról 3600-ra esett vissza a születések száma. A statisztikusok szerint összefüggésben van azzal, hogy évről évre kevesebben kötnek házasságot. Az oktatás alsó lépcsőfokán, nevezetesen a bölcsődék, azok száma is csökkent. A bölcsődékbe felvehető gyermekek száma is csökkent, ami nagyon kedvezőtlenül hat az elkövetkezendő években a gyerekszám alakulására. Pécsett 1996 óta volt érezhető, hogy kevés a gyerek. Ezért az elmúlt években több patinás iskolát is be kellett zárni, össze kellett vonni. Most talán fordul a kocka. A Megyervárosi iskolaközpontba ugyanis többen iratkoztak be idén, mint az előző években. Tavaly 8 osztályt tudott indítani a 4 intézményegység, idén 9-et tudnánk indítani. Talán ennek köszönhető, hogy a Város Oktatási Bizottsága hétfőn napirendre tűzte az iskolai létszámok kérdését, majd le is vette onnan. Még egyeztetni kell, mielőtt bármilyen döntést hoznak az osztálylétszámok ügyében, mondta a bizottsági elnök. Átvilágítás anyaga elkészült, és ebből a megállapításokat a jövő tanévben fogjuk egyeztetni, megvizsgálni, hogy milyen intézkedések szükségesek, és ebből bármilyen intézkedés csak a 2011-es tanévtől kezdődően képzelhető el. Annyi biztos, hogy addig, vagyis a következő tanévben egyetlen iskolát sem fognak bezárni. A szükséges intézkedésekről május közepén döntenek. Hivatalos látogatásra városunkba érkezett Eszék város küldöttsége. A delegációt Páva Zsolt Pécs polgármestere fogadta a városházban. Az eszékiek az EKF helyszíneket járták be. A megbeszélésen a kulturális kapcsolatok mellett a gazdasági együttműködésről is szó esett. Mint ismert, Pécs a Határtalan Város című anyaggal nyerte el a kulturális fővárosi címet. Ebben a pályázatban Pécs déli kapuvárosként határozta meg magát. A déli kulturális övezetnek pedig fontos része Eszék, hangzott el a találkozó. Pécset csak nem 3600-an várnak arra, hogy önkormányzati bérlakáshoz jussanak. Eközben több mint 90 ingatlan üresen áll, mert kisebb-nagyobb felújításra szorul. A város egy új pályázat segítségével igyekszik orvosolni a helyzetet. A témáról Csizi Péterrel, a Népjóléti és Sportbizottság elnökével beszélgettünk. Ugye létezik egy pályázat, amivel azt hirdették meg, hogy az önkormányzati bérlakásokat olyan, amúgy a várólistákon szereplőknek adnának ki,
akik megoldják annak a esetleg lelakott önkormányzati bérlakásnak a felújítását, szépítételét, csinosítását. Hogy vizsgázik ez a pályázat, és mi az érdeklődés iránta? Sok területen látjuk, hogy hol kellene azonnal intézkedéseket tenni. Azonban az intézkedések nagy részéhez pénz is kell, ami pedig nagyon jól tudjuk, hogy sajnos nincsen. De egy kis ésszel és törődéssel azért lehet eredményeket elérni. Jelenleg több mint 90 üresen álló önkormányzati bérlakás van évek óta. 3600-an várnak ma Pécset valamilyen segítségre, lakáshoz jutásra. Tehát a kettő értelemszerűen nem fedi le egymást. De nem tehetjük meg, amíg az egyik oldalon 3600 várakozó család van, addig nem tehetjük meg, hogy egyáltalán 90 üres lakást hagyjunk. A 90 üres lakásnak a felújítása körülbelül 100-110 millió forintba kerülne. Ezt az önkormányzat nem tudta, és nem is tudja most sem vállalni, ezért volt, hogy éveken keresztül üresek voltak ezek a lakások. Körülbelül 1-1,5 millió lakásonként. De azért találtuk ki ezt a rendszert, hogy ne maradjanak üresen a lakások, próbáljunk meg segíteni. Kiírtunk egy pályázatot, hogy a lakó maga felújíthatja a lakását. Azért fontos, hogy a szigorú jogszabályoknak is megfeleljünk, de valóban rugalmasak legyünk. Ez egy ilyen pályázaton már túl vagyunk, sikeres volt, de azok a lakások még nem voltak a legjobb helyen, és nagyon sokába került a felújításuk. Most már nagyon jó helyen lévő panellakásokat is egyébként be tudtunk rakni. Kertvárosi, Uránvárosi, vagy éppen mondjuk Meszesi lakások is vannak, sőt, belvárosban is találtunk olyan lakásokat, amiket föl lehet újítani. A lényeg a következő, hogy fölmértük, hogy mennyibe kerülne az önkormányzatnak, hogyha ezt felújítaná. Annak az összegnek a felét kell majd az új bérlőnek bemutatnia, hogy rendelkezésre áll. Utána ezt a pénzt ezt tovább elviheti, tehát nem kell letétbe helyeznie. Megkapja azt a listát, hogy mit kell felújítani a lakásban. Ő ezt maga megteti úgy, ahogy szeretné. Ha van önerőből, mert mondjuk éppen olyan szakmája van, bevonhat ismerősöket, barátokat, és minden akciót, ami ugye van a városban a különböző nagy áruházaknál, ezt az önkormányzat nem teheti meg. És amikor ez az egész elkészült, akkor az önkormányzat szakemberei megnézik, hogy valóban az a munkát megtörtént, ami szükséges, és átadják a lakást az új bérlőnek. Nem ingyen, tehát nem, végülis ez most nem szociális alapú, de mégis azért kedvezményesebben juthatnak emberek lakásokhoz. Tulajdonképpen úgy számoltuk, hogy 600 ezer forint ráfordítással már be tudnak költözni. Ez nagyon nagy pénz, de azért segítséget jelent. És ezt utána lejön valóban. Az iménti beszélgetés hosszabb változatát következő híradásunkban tekinthetik meg. Most pedig rövid hírösszefoglaló következik. Több gyorsvonat, illetve egy Pécsről induló Intercity is késett hétfő reggel. Bombariadó miatt a déli pályaudvar nem fogadott és nem indított vonatokat. A tűzszerészek átvizsgálták a területet, de robbanó szerkezetet nem találtak, így a forgalom alig fél óra múlva újra elindulhatott. Május 1-től drágább lett a 4 napos autópálya matrica, 1170 forintról 1530 forintra nőtt az ár. A nyári tarifa szeptember 30-áig marad érvényben. A törvényi változások közül az egyik legfontosabb, hogy május 1-től a gyes időszaka 2 évre rövidült a korábbi 3 helyett. A május 1-i határidő a gyerek születésére vonatkozik. A gyedet érintő jogosultsághoz szükséges munkaidő pedig 180 napról 365 napra emelkedett. Bevált a piaci elemzők jóslata, a héten újabb üzemanyagár emelés jön. Szerdától a benzin 4, a gázolaj 8 forinttal kerül többe. Az emeléssel a benzin átlagára 341, a gázolajé 321 forintra emelkedik.
Az európai kezdeményezéshez csatlakozva idén is meghirdették a melanoma napot. Célja, hogy felhívják a figyelmet az anyajegyszűrés fontosságára. Az anyajegy a bőr jóindulatú elváltozása, de rendszeresen kell ellenőrizni, hogy ne alakuljon át bőrrákká. A korán felismert, tehát időben kiszűrt esetekben a melanoma jól gyógyítható. Ezért is fontos, hogy a nyári időszak előtt felkeressük a bőrgyógyász szakembert, akitől nem csak vizsgálatot, de fényvédelemmel kapcsolatos hasznos tanácsokat is kérhetünk. Már több mint 4000-en nézték meg Pécsett, Munkácsy Mihály óriás képeit. Csak a hét végén 1500-an váltottak jegyet, hogy láthassák a Krisztus trilógiát. A nagyméretű festmények a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának dísztermében várják az érdeklődőket. Naponta több százan kíváncsiak a tálatra, tudtuk meg Gamus Árpádtól. A kiállítás lebonyolító Pécsi Galéria igazgatója kiemelte, egyre több a csoportos bejelentkezés, már szervezik a tárlat. Én azt hiszem, hogy az még egy sikeres dolog lesz. Most jönnek majd ugye nyárhoz közeledve a diákcsoportok, más városokban már bejelentkeztek, felnőtt csoportok, nyugdíjas csoportok. Hát és természetesen a fogyatékkal élőket fogadjuk úgy, ahogy eddig is, ingyen és azokon a napokon is, amikor tulajdonképpen nem vagyunk nyitva. Több világszámot is ígér az Ötvös Cirkusz. A társulat hétfőn reggel érkezett Pécsre. Már javában állítják a sátrakat. Az első előadás csütörtökön lesz, igazi világszámokkal, és egy különleges születésnapot is ünnepelnek majd. A tolató teherautó még nem a műsor része, ezek az előkészületek. Az artisták helyett még a gépek és a munkások dolgoznak. Az első előadás csütörtök este lesz. Cirkusz fantasztikó! Van másik! Az Ötvös Cirkuszt 90 évvel ezelőtt Ötvös Nándor Aladár alapította. Akkor is vándorlásból állt az élet, akkoriban a kisebb falvakat járták, most pedig a nagyobb városokban lépnek fel. A társulat végig turnézte egész Európát, legutóbb például Franciaországban töltöttek el 3 hónapot. Én, mint zsonglőr lépek fel, a nővérem kardegyensúlyozó, a feleségem hullahoppos, ő is artista dinasztiából származik, a sogorom pedig bohóc. Tehát mindenkinek megvan a maga reszortja a cirkuszon belül, és így lesz üzemképes és ütőképes egy cirkusz tulajdonképpen. Mint egy nagy család, ezen a héten ünnepelni is fognak. Viki, az egyik elefánt, csütörtökön lesz 50 éves. Világszámokat hoztunk ide Pécsre, mert egy pár év kihagyás után érkezik ismételten az Ötvös Cirkusz, és igyekeztünk olyan produkciókat hozni, amit még itt a magyar közönség nem látott. A Cirkusz Fantasztikó 2 hétig állomásozik Pécsett a Siklósi úti hipermarket mellett. Most pedig lássuk, milyen időjárásra számíthatunk Pécsett és környékén a következő napokban. Május első hete változékony, szeszélyes időt ígér. Kedden is többször megnövekszik a gomoly felhőzet, szorványosan záporok fordulhatnak elő, helyenként megélénkül a szél, zivatarok idején pedig erős viharos lökések is lehetnek. Többnyire 20-26 fok között alakul a hőmérséklet. Nem sokára jönnek a sporthírek itt a Pécs TV-n, de előtte lássuk még egyszer főbb témáinkat röviden, néhány mondatban. Egy rendőr, akit az egész város ismert, Leonard Lajos neve fémjezi Pécs új belvárosi közbiztonsági programját. A magyar írásbelivel Pécsett is elkezdődtek az érettségig. A városban 4378 diák vizsgázott Szabó Magda, Kosztolányi, Karinti és Gelléri műveiből. Eszéki küldöttség járta be a pécsi LKF helyszíneket. A két város vezetői a kulturális kapcsolatok mellett a gazdaságiakat is erősítenék. Bajnoki ezüstérmet szereztek a pécsi indiánok a 7-es rögbi bajnokságban. A tornának városunk adott otthont. Kőkemény, de sportszerű összecsapások, férfias ütközetek jellemezték a mérkőzéseket. Viccelődünk, döntő. Remek hangulatban várták az indiánok a döntőt, az ok megvolt a bizakodásra, hiszen vasárnap a 100 halombotta elleni mérkőzés előtt 3 találkozóból 3-at nyertek. A 7-es rögbi magyar bajnokság döntőjének városunk adott otthont. A 4 tornás bajnokság utolsó állomása volt a miénk. A pécsi indiánok eddig mindegyik alkalommal dobogóra állhattak. Fáradtak vagyunk, de mindent beleadunk. Szívből játszunk, én úgy gondolom, hogy meg tudjuk nyerni. Meccs után valószínűleg együtt ünnepelünk a városban, úgyhogy azt hiszem ezzel mindent elmondta. A csapategységgel tehát nincs probléma. A játékot klasszikus formájától egyébként azt különbözteti meg, hogy teljes pályán 7-7 fős csapatok mérkőznek 2x7 percig. Ez a játékforma nagyon gyors és látványos. Országunkban a 15-ös rögbivel egy időben kezdték el játszani.
Nagyon fontos mérkőzések ezek, hiszen most látják utoljára a szakemberek játszani hetes rögbit a játékosokat a május 15-e és 22-i Európa-bajnoki selejtezők előtt. Lengyelországba és Dániába utazik a válogatott. Ezek ilyen Grand Prix rendszerű tornák, és ezek alapján dől el, hogy a júliusi moszkvai Európa-bajnokságon kiszerepelhet. A házigazda pécsi indiánok csapata végül a második helyen végzett. Az országos bajnokságot a 100 halombatta nyerte, miután a döntőben 26-7-re verte a baranyai együttest. Harmadik a kecskeméti csapat lett. A pontkirályi címet a pécsi válogatott kerettag Gáspár Gergő szerezte meg. Ez volt a Pont ma a Pécs TV-n, Európa Kulturális Fővárosának hivatalos helyi televízióján. Friss közéleti és sporthírekkel továbbra is várjuk Önöket a képernyők elé. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és ne feledjék, tudósításainkat, riportjainkat megtalálják a www.pectv.hu honlapon is. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!